Na hát az állomány volt az, amit kerestem, igen, szóval az állomány mellett kardoskodók is, hát nem jártak sikerrel, mert a file áttört, úgyhogy ez sem tudott magyar lenni. Azért mondod, mert menőnek hiszed magad öcskös, sztárnak, te kis Englishman, írja Tom. Hát igen, valóban mélyen magamban néztem, bár eddig azt gondoltam, hogy ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység, de ezek szerint nem így van. Legalábbis. Vagy, ne tömjön ezzel vagy... magát, Ács! Igen, vagy, vagy nem megy át. Na, oké, örülünk, hogy most a zenével is akkor már adottunk, ezt a Szabó Balázs dalt nagyon sokan szeretik, mi is egyébként, és melyik volt még a fájlon kívül? Na, majd megkeressük, mert most beszélgetünk is. Fontos dolgok változtak januárban, kettő is, amely a pénztárcánkat, illetve a fizetéseink módját illeti, az egyik egy magyar találmány, a másik egy nemzetközi megfelelés, ezekről beszélgetünk. Miértről, háttérről, meg az első tapasztalatokról is ismét Nagy László Lándorral, ahogy már ezt lezsíroztuk ugye a tavalyi év végén, itt van velünk a Világgazdaság rovat szerkesztője a vonalban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, és boldog új évet mindenkinek! Most már emlékszem egyébként, hogy nyugdíjasok panaszkodtak, hogy nincs okostelefonjuk, és így nagyon nehéz nekik például egy kártya... Interneten vásárolni. Igen, tehát föltölteni például a telefonjukat az interneten, a feltöltős telefonjukat, mert eddig még csak-csak, már van, aki sem, ugye családtag is van nálam, aki SMS-t sem tud fogadni, és azt használni, de ugye kívül még egy pluszt kér a rendszer, például Netbank kódot, ami szintén nincs nekik, akkor ők most ebből kiestek. Szóval mi az egésznek a háttere, hogy most kettőt kell megadni? Az okostelefon az miért jó erre? Szóval hogy néz ki ez az egész történet? Ugye ez egy lassan 3 éve elhatározott Európai Uniós szabályozás, ami arról szól, hogy az európai fizetésforgalomban az internetes vásárlások biztonságát azzal próbálják erősíteni, hogy ezt az úgynevezett erős ügyfélhitelesítést bevezetik. Ez ugye arról szól, hogy két különböző típusú adatot kell megadni. Az egyik egy stabil, a másik pedig egy változó adat. És ezeket ezt azért kell, mert hogy korábbiakban, amikor teljesen nyugodtan megadtuk a bankkártya adatainkat, és hátul ugye volt ez a CVC-kód, amely egyszer bekerült a rendszerbe, és onnantól kezdve lényegében bármikor, bárhol elérhető volt. Az internetes csalások száma ugyan Magyarországon nem volt jelentős, sőt azt gondolom, hogy Európában dobogós helyen álltunk a legkevesebb internetes bankkártya csalás tekintetében nagyon sokáig, sőt szerintem most is körülbelül egy környékén állhatunk. Ettől függetlenül Európában azért ez egy komoly kihívást jelentett, és ezért vezették be ezt a dolgot. Amit itt felvetettetek, hogy az idős nyugdíjasok, tehát hogyha eddig bankkártya nélkül tudták megoldani dolgaikat, akkor most is meg tudják oldani bankkártya nélkül, mert ez a bankkártyás fizetésre vonatkozik. Uh-huh. Úgyhogy ezért nem értem ezt az alapvető felvetést. A pénzintézeteknek ugye az volt a lehetőség, hogy önmagában, tehát innentől kezdve azok az adatok, amiket úgy ismerünk, mint bankkártya adat, bankkártya szám meg ilyenek, ezek önmagában nem elegendőek, hanem ehhez kell még adni egy két lépcsős dolgot. Van, ahol ugye ezt meg lehet oldani azzal, az okostelefon abban segíthet, hogy például nagyon sok esetben az egyik ilyen változó történet, az ugye a biometrikus azonosítunk, tehát mondjuk az új lenyomatot, hogyha azzal be tudjuk rögzíteni, akkor az onnantól kezdve engedélyezi ezt a vásárlást. Igen. Emellett pedig nagyon sok esetben a telefonra érkező, SMS-ben érkező egyedi kódot kell beadni. Az internetes kereskedőnek a honlapjának kellene földobni ezt a lehetőséget, hogy megadom a bankkártya adatot, és talán jön a következő azonosítási kör, amikor mondjuk megadja azt, hogy akkor itt add meg azt a kódot, amit kaptál a pénzintézetettől. Uh-huh. Ez egy egyedi kód. Viszont ugye ez a változó kód. A másik kód, ami viszont állandó, az előfordulhat, igen, az általában olyan kódok, amik nem tartoztak eddig semmilyen más fizetéshez, ez egyik ilyen lehetőség, ez az internetes banki kód. Elvben minden pénzintézetnek, minden ügyfelét értesítenie kell ezt az elmúlt év végével arról, hogy milyen módon lehet ezt majd megoldani, ezt a fizetést. A felhasználó oldaláról tudtuk és sejtettük, hogy lesznek problémák, hiszen az emberek az ilyen leveleket általában negligálják és hanyagolják.
Ami most fontosabb volt szerintem január 1-ével az az, hogy az elfogadói oldal, tehát a bankkártya kibocsátók, a bankkártya kibocsátó bankok, illetve a kereskedői oldal, az úgy néz ki, hogy viszonylag jól átállt. Itt nem nagyon látszik olyan probléma, amikor amiatt nem lehet végrehajtani a tranzakciót, mert a kereskedő nincs kész. Nagy volt a félelem, hogy Európában nagyon sok kereskedő nem fogja tudni ezt időben abszolválni, de most úgy néz ki, hogy ez a része megvan. Az a része, amikor az ügyfélnek lépnie kellett volna, vagy lépnie kell, és le kell kérnie a netbankos kódját, vagy ilyen egyszerű kódot, amilyet a pénzidézet tud neki nyújtani, no, ebben lehetnek problémák természetesen. Én még mindig nem értem, hogy az nem volt elég biztonságos, hogy kapsz egy egyedi kódot a telefonodra a banktól. Miért kellett egy második? Tehát ezt is már annyira kicselezték, már ebből is voltak csalások, hogy már az sem elég. Ebben az esetben ugye az a helyzet van, hogy a bankkártyád mellett akár a mobiltelefonodnak is valamiféleképpen elveszhet. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen túl, lehet, hogy azt mondjuk, hogy túlbiztosítás, de én azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy túlbiztosítjuk magunkat, hanem arról van szó, hogy megpróbálják ezt tényleg minimalizálni ezeket a kockázatokat. Alapvetően egy olyan esetben, amikor mondjuk egy olyan telefonnál a rendelkezésünk, mondjuk az új lenyomatot le tudja olvasni, én azt gondolom, hogy ez egy pillanat. Tehát igen, az tiszta sor. Igen. Nem kell kódokat bepötyögni, illetve vannak olyan megoldások, netbanki azonosítókkal, amiket szintén meg lehet lépni. És akkor egyébként van arra valamiféle benyomásod, mert statisztika alig, ha lehet, hogy a bankok melyik megoldást favorizálják? Nagyon-nagyon különböző volt. Én december elején kérdeztem meg a bankokat. Egyrészt az is nagyon különböző volt, hogy ki mikor indult el ezzel. Tehát voltak, ahol már ősztől, volt olyan tranzakció, amiket már korábban a pénzintézetek egy része már bevezetett egyfajta erős ügyfél hitelesítést. Most megnéztem az NMB statisztikáit. Elven ők azt mondják, hogy a tranzakcióknak a 32%-a már erős ügyfél hitelesítéssel ment. 23% már erős ügyfél hitelesítéssel ment a 2020. év harmadik negyedévében. De én azt gondolom, hogy ez önmagában nem csak az internetes vásárlásokat jelenti az NMB statisztikáiban, hanem mondjuk azt, amikor a vásárláskor kérik a PIN kódot, amikor mondjuk ez a 15.000 forint fölötti vásárlások is. Mert önmagában az internetes vásárlások száma kevesebb, mint az erős ügyfél hitelesítéssel jelzett NMB adat. Nagyon különbözőek voltak, hogy mikor indultak el, és hogy mit használnak. Van, ahol teljesen egyedi azonosítót adtak, kvázi internetes vásárlási azonosítót kellett lekötni a pénzintézeteknél. Valahol azt mondják, hogy nem kell még egy kódot megtanulni, hanem van egy netbanki kódod, akkor azt használd erre az esetre is. Jó, tehát akkor ez az új, tehát ha valakinek nincs okostelefonja, nem működik ez új lenyomott azonosítós, nagyon egyszerű rendszer az okostelefonon keresztül, akkor két lépésben először kap egy SMS-t, és ha azt megadja, akkor még mindig nem teljesült a tranzakció, hanem utána fogja a rendszer bekérni ezt az új kódot, ami lehet a netbanki kód, vagy az új kód, amit kapott? Nem, én azt gondolom, hogy itt az a helyzet lesz, tehát úgy működik a dolog, hogy alapvetően, ha például a banknak a saját applikációján föltelepíted a telefon. De nem, most azokról beszélünk, akik nem ilyen úri huncutságokkal nem foglalkoznak, hogy banki applikáció. Ismerik az internetet, van számítógépük, meg van mobiltelefon. Azoknak jó esélye, két számot kell megadniuk így van. Jó, és az egyiket megkapták valószínűleg, csak sokan nem figyeltek rá. Az oda, egyik egy dinamikus, a másik pedig egy állandó kód, így van. Jó, és egyiket a másik után, ennyivel lett most bonyolultabb, tehát nem kell pánikba esni, meg kell kérdezni a bankot, hogy mikor küldte, mi ez a kód. És akkor a dinamikus az, ami eddig is volt, és megszoktuk, hogy jött SMS-ben, hogy általában a bankoknál, és ezen kívül van egy új, egy másik, amit meg elő kell, hogy kapaljunk valahonnan, mert biztos megkaptuk, ugye? Igen, nagyjából. Igen, mondom, én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás valószínűleg annak a banknak az applikációt föltelepíteni a telefonunkra, amivel dolgozunk. Igen, ez tök egyértelmű, csak én most tényleg azok nevében beszélek, nekem is működik a új lenyomatos megoldás, aki nem ismeri az applikációkat, vagy mondjuk tényleg nem akar ezzel foglalkozni, meg nem, nincs még okostelefonja, ilyesmi. Jó. Elszólt az időm. A kereskedők átállása az hogyan halad, mert itt is voltak viták, hogy most akkor az azonnali fizetéssel ki lehet-e váltani például azt, hogy te valami elektronikus fizetési megoldást kell, hogy adjál a vásárlóidnak, ugyanis ez kötelező január 1-től. Így van, kötelező, de azért ezt azt gondolom, hogy senki nem gondolta azt, hogy ezt máról holnapra meg fogják tudni ugrani a
a kereskedők, és ezt mondjuk ki a január 3-ától a NAV vagy bárki ellenőrizni fogja. Szerintem még azt se dőlt el, hogy ki fogja ezt ellenőrizni, hiszen a kereskedelmi törvény adja meg. Ebből a szempontból mondjuk a fogyasztóvédelem meg kéne ezt ellenőrizni, ez az online pénztárgépeket meg a NAV ellenőrzi. Tehát ezt így mondom, hogy szerintem ez nincs lejátszva. Ettől függetlenül igen, alapvetően aki az azonnali fizetést lehetővé teszi az ügyfeleinek, az teljesíti ezt a kívánalmat. Viszont, és akkor itt egy újabb érdekesség van, hogy azért láthatóan elindult fölfele, például ugye a bankkártyás adatokat látjuk, a POSZ-ek számának a növekedése az eléggé markáns, ráadásul az MNB korrigálta a saját adatait is, úgyhogy magasabb a POSZ szám. Az egy másik kérdés, hogy kereskedőknél nem látom a növekedést. Úgyhogy ez egy furcsa helyzet van, de ez most valamiféle ilyen furcsa adat. Oké. Ugye jött egy kérdés még, ezt gyorsan ide vigyeztem, visszatérve az előzőhöz, hogy mi van azokkal, hogy is volt, amikor be van állítva a havi fizetés, bankkártyás fizetés, azok például ilyen előfizetésekre, vagy Netflix, meg ilyesmi, ott nincs változás, mert nem internetes fizetés? Ott ugyanúgy valószínűleg az lesz a megoldás, de ez gondolom, hogy ez nem egyből fog jönni, hogy ott újra, amikor majd berögzítjük az állandó fizetést, akkor valamilyen szinten bele kell tennünk majd egy ilyen, tehát bele kell tennünk ezt az engedélyezést, és az engedélyezésnek én azt gondolom, hogy annak folyamatosan, tehát nem szabad azt, hogy minden hónapban megkérdezzem, mert azért állítottuk be. Tehát azt gondolom, hogy itt kell majd megoldani, de erre egyelőre én nem láttam szabályozást, hogy mi történik az állandó, kvázi maradjunk, hogy állandó megbízásos bankkártyás fizetésekkel. Tehát nem kell attól félni, hogy leáll a Google, mert nem vonják a havi összeget. Szerintem ezen most nagyon komolyan dolgoznak mindazok a cégek, akiknek ez a szolgáltatás az ügyfelek szempontjából fontos, de ez valóban egy olyan érdekes kérdés, hogy én egyszer adtam egy megbízást, akkor ez meddig érvényes, és ugyanaz a kóddal meddig tudom életbe tartani. Elben én azt gondolnám, hogy egy ilyen esetben az lenne a megoldás, hogy amikor én ezt jóvágyom, akkor megcsinom az erős ügyfélhitelesítést, és onnantól kezdve ez valahol bekerül a rendszerbe, hogy az egy erős ügyfélhitelesített megbízás. Mondjuk legfeljebb azt tudnám elképzelni, ami mondjuk szokott, ami például van, és ez is egy érdekes kérdés, hogy ez majd jön majd vissza megint, hogy a számláinkat ugye azonosítani kell két évente. Itt is azt gondolom, hogy az lenne a megoldás, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy évente egyszer azért rá kell nyomni, hogy igen, továbbra is így szeretném, és akkor újra azonosítani erősítésre ezt a tranzakciót. Oké. Na jó van, nagyon szépen köszönjük. Elengedünk. Jó munkát, és szép napot. Köszönöm. Oké, szia. Nagy László Nándorral, a Világgazdaság rovat szerkesztőjével beszélgettünk két fontos változásra, amely januárban lépett életbe. Most pedig megint eltűnt az üzenet, amit az imént kerestem, úgyhogy gyorsan bekonferáljuk Schmidt Andit. Jönnek a rövid hírek. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Szerd